Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Gondolatok a könyvtárban című előadássorozat mai alkalmán. Én Priya Varadóra vagyok, az Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézetből, az Egészségpszichológia és Mentálhigiéné Tanszékről. A kutatási területemet az online világ képezi. Igazából a témája ugyanúgy változott, ahogy az internetes szokásaink is változnak mostanában. Kezdtem a blogolással, majd következtek az online fórumok, belefért egy kis internetes zaklatás is. 2018-ban a doktori disszertációmat a problémás mértékű internet használatból írtam, azóta pedig a fókusz egy picit változott, hiszen ma már nem az a kérdés, hogy használjuk-e az internetet, hanem inkább az, hogy mikor és milyen körülmények között, éppen ezért most már inkább az egészséges, tudatos, célzott internet használatot vizsgálom. Erről is fog szólni mai előadásom. Az internet kapcsán sosem szabad arról elfeledkezni, hogy rengeteg előnnyel bír. Még mindig ez számunkra a legnagyobb információforrás, az elsődleges kommunikációs csatornánk. A rajta lévő válaszok gyakorlatilag végtelenek bármely témával. Csak jó kérdéseket kell tudnunk feltenni most már. Egy olyan szórakoztató központ, ahol igazából sosincsen záróra. Egy-egy közösségi oldalnak sose tudom elérni a végét. Folyamatosan, bárhonnan, bármikor elérhető, pláne az okostelefonok elterjedésével. Azonnali és gyors válaszokat kínál, tehát most már inkább meg kell tanulnunk olvasni ezek között a válaszok között, értékelni azokat és kritikusan szemlélni őket. A világjárvány okozta korlátozások során sokan megtapasztalhattuk, hogy az életünket nagy mértékben tudja megkönnyíteni az internet. A munkánkat, tanulásunkat, vagy ha csak egy életszervezésre gondolunk, hogy nem kell sorban állunk a bankban, vagy egy vásárlásnál, azt is el tudjuk végezni, akár otthonról is. Viszont ez a nagymértékű használat, ez a nagy határtalanság felelősséggel is jár. Nagy előny, hogy telefonálhatok az interneten keresztül olyanokkal, akik más földrészen vannak, más időzónában vannak, ugyanakkor felelősséggel is kell ezt használnom. Előny az, hogy anonimitást biztosít, felteltek kényes kérdéseket online, egy betegség kapcsán beléphetek egy csoportba, ahol hasonló sorstársakat tudok találni, ugyanakkor az online biztosított anonimitás egy kicsit meg is változtatja a viselkedést. Bizonyítottan az online körülmények között az emberek bátrabbak, merészebbek, szókimondóbbak, és egy kicsit agresszívebbek is. Kevésbé írnak le olyan dolgokat, ami ténylegesen olyan stílusú, mint azt a való életben szemtől szembe tennénk. Az internet kapcsán is kell már beszélni bűncselekményekről. Itt is előfordulhat már lopás, visszaérés az adatokkal, árhírek terjesztése, ami káros lehet. Ráadásul a közösségi oldalakon felülreprezentáltak a pozitív tartalmak. Miket teszünk ki egy ilyen oldalra, hogyha előléptettek minket, ha összejöttünk valakivel, ha gyermeket várunk, esküvőnk van, azonban a negatív híreknek még nincs meg a kultúrája, hogy hogyan is tegyük fel őket. Éppen ezért, ha ilyen oldalakat böngészünk, tévesen azt gondoljuk, hogy a többiek élete tartalmasabb, boldogabb, teljesebb, mint az enyém. Már beszélhetünk olyan dolgokról, mint Facebook féltékenység vagy irítség a közösségi oldalak kapcsán. Ráadásul ez főképp a tizenévesek szempontjából rendkívül veszélyes, hogy folyamatosan pozitív tartalmakat látnak, a média által közvetített testideál hatni fog az ő kialakulóban lévő testképükre is. Az internet kapcsán az is egy folyton felbukkanó veszély, hogy a hagyományos iskolai zaklatásnak egy új teret adott. Egyéni jellemzőkkel, hiszen amíg az iskolában a zaklatás addig tartott, amíg zaklató és áldozata egy helyen volt, az interneten ez megszűnik. Nincs már fizikai korlát, és ráadásul a szemlélők száma is felbecsülhetetlen. Ami pedig a legtöbbet emlegetett talán az internet kapcsán, hogy bizony függőséget okoz. Nem azzal van baj, ha naponta használjuk azt, hanem a túlzott mértékű használat, amikor már átbillen az offline életünk, inkább most már az onlineba. Ugyanolyan szintű fizikai és testi tünetekkel járó megvonásokkal járhat ez a függőség, mint történik más addikciók esetén is. De mennyit is használjuk az internetet? Egy nagyon friss, 2022. januári adatösszesítés szerint 16-64 év között napi szinten 7 órát töltünk az internetezéssel. Ez idén először már több időt jelent az okostelefonokon, mint az asztali gépeken.
Ez azért fontos, mert most már tényleg nem helyhez kötött az internet használat. A közösségi oldalakon átlagban 2,5 órát töltünk el naponta. Ez azt jelenti, hogy egy havi szinten, ha számoljuk, egy teljes napot elveszítünk a YouTube videók nézésével. Játékkal pedig kicsit több mint 1 órát töltünk el naponta. Ami az okostelefont illeti, átlagosan 58-szor nyúlunk hozzá naponta. Ez nem mindig jelent hosszú használatot. Ide tartozik az időellenőrzése, az értesítések megnézése is. Tehát ennek az 58-nak a nagy része pusztán pár másodpercből fog adódni. Azonban az internet használatban még mindig áll az, hogy legintenzívebben a fiatalok használják. 10 éves korban ez az átlag használat napi szinten 8 órát jelent. Ugyanakkor 54-64 éves korban is még eléri a napi szintű 5 órás használatot. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy csak a fiatalok azok, akik az internetet használják, hanem bizony már gyakorlatilag mindenki. A tevékenységek kapcsán található nemi különbség. A közösségi oldalakat többet használják a lányok, míg a játékokat inkább a fiúk. A lányok információszerzésre és a meglévő közösségi kapcsolataik ápolására használják az internetet, míg a fiúk inkább kikapcsolódásra és szórakozásra. A közösségi oldalak is komoly információforrások manapság. Innen értesülünk arról, hogy mi történik a nagyvilágban. Már ez azért eléggé torz lehet, attól függően, hogy én milyen híroldalakat követek. Ráadásul, ami az internet kapcsán egy újdonság a többi médiummal szemben, hogy itt nem csak passzív befogadók vagyunk, hanem aktívan alakíthatjuk is a tartalmakat. Nem csak információt szerzünk, hanem mi is lehetünk az információ megosztásnak a forrása. Erőteljes a kapcsolattartó funkciója, segíti kompenzálni a hiányzó szociális kapcsolatokat és erősíteni a már meglévő kapcsolatainkat. Ma már professzionális szinten is lehet használni a közösségi oldalakat, tehát az sem elhanyagolható szempont, hogy karrier lehetőséget biztosít, hogyha ott minőségi szakmai tartalmakat osztok meg. Akár oktatóként, de akár egy festő, asztalos is meg tudja osztani a munkáit referenciaként. A közösségi média elterjedésével megjelent ez az azonnali érzelem megosztási vágy. Azonnal szeretnénk visszacsatolást kapni a környezetünkből. Régebben, ha történt valami, órákat kellett várni, amíg elmondhatjuk másnak, vagy napokat, heteket egy levélre. Ma viszont azonnal megosztjuk, ami velünk történt, sokszor átgondolatlanul, az érzelmeinket még nem szabályozva. Ráadásul a közösségi médiának van egy ilyen paradoxona. Ez a magyar nyelven annyira nem jön ki, de angolul igen, hogy bár közösségről szól, mindegyikben valahol az én megmutatása a lényeg, és még mindig az énről szól. Az internet és a közösségi oldalak kapcsán a legnépszerűbb tevékenységeket szemlélteti ez a dia. Még mindig 16-64 éves korosztályban, az internet kapcsán továbbra is az elsődleges funkció az információszerzés. Bármit szeretnénk megtudni, azonnal felmegyünk az internetre. Ez pedig a gondolkodásunkra is befolyással van. Kevésbé jegyzünk meg dolgokat, sokkal inkább azt jegyezzük meg, hogy hogyan érjük el ezeket a dolgokat, milyen kulcsszavakkal tudunk rájuk keresni. Erőteljes a kapcsolattartó funkció, és utána az következik, hogy az internetről szerezzük a híreket. Innen vagyunk már napra készek. Ezt követi a videók nézése, és azon belül is ez a hogyan csináljuk. Tehát ha bármivel kérdésünk van, hogy kell egy receptet megcsinálni, hogy kell egy foltot kiszedni a ruhából, ma már az interneten keressük rá a választ. A közösségi médiában az első szempont a kapcsolattartás, ezt követi viszont szorosan a szabadidő eltöltése. Ez arra az időre vonatkozik, amikor csak úgy várakozok, amikor nincs mivel kitartsam az időmet, azonnal az okostelefon után nyúlunk, főleg a fiatalok. Itt is megjelenik, hogy új történetek, események olvasására vagyunk kíváncsiak, illetve a felkapott tartalmakra. Ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, ami felkapott, az külön kiemelődik a közösségi oldalakon. Arról is érdemes pár szót ejteni, hogy az online térben megnő az agresszivitás. Sokkal többször találkozunk ilyen tartalmakkal, mert ez a hír, ha valami lezuhan, összetörik, nem pedig, ha megjavítanak valamit. Erőteljesen megjelenik a filmekben, sorozatokban, ezek a legnépszerűbb sorozatok jellemzői is.
Ugyanakkor rengeteget vizsgált terület, hogy hogyan hat a játék az agresszivitásra, főleg fiatal korban gyermekek esetén. Azt találták, hogy hosszú távú hatása van a gyermekre, növeli az agresszivitását, függetlenül a gyermek nemétől, életkorától és kulturális hátterétől. A legtöbb probléma az akciódús, lövöldözős játékokkal van, amelyekben a gyermek belehelyezkedik az agresszor szerepébe. Ezek a játékok konkrétan jutalmazzák is az agresszív viselkedést. Az online agresszió más néven internetes zaklatás vagy cyberbullying, amikor is az a probléma, hogy az áldozat és a zaklató nincs egy térben. A zaklatónak nem lesz már korlátja az, hogy lássa az áldozat a fájdalmát. Sokkal messzebb el tudnak menni az online térben, ráadásul nem szűnik meg, folyamatosan elérhető a tartalom, akár hetekkel, évekkel később is, ha nekem valami kellemetlen videón felkerül az internetre, azt nagyon nehéz onnan teljes mértékben letörölni. Ami egy szintén felkapott téma mostanában, az az online kommentelés. Hogy az emberek a feszültségüket, agresszivitásukat az online térben fogják kitölteni. Sokkal szabadabban és szabadosabban is fogalmazunk online. Amikor egy német kutatásban azt kérték a személyektől, hogy behívták őket, és szemtől szembe olvassák fel, mit írtak egymásnak, nem sikerült. Mert szemben egymással, amikor látjuk a másik reakcióját, sokkal inkább tudunk velük empatizálni, és kevésbé megyünk el a végletekig. Az internet kapcsán nem új keretű dolog az, hogy túlzásba lehet vinni a használatát. Már 1998-ban Kimberly Young arról beszélt, hogy az internet függőség kapcsán egy új klinikai zavar jelent meg. Azóta sem tekinthető hivatalosan mentális zavarnak, csak az online játék használati zavar. A kutatók között még abban sincs összhang, hogy hogy nevezzük ezt a jelenséget. Körülbelül a fele megmaradt ennél az internet függőségnél, a másik fele pedig a problémás mértékű használatot kezdte el használni. Emellett volt még olyan próbálkozás is, hogy lehetne ezt így patológiás, excesszív, kompulzív használatnak, valahol mindegyik arra rezonál, hogy az internet túlzott mértékű, szabályozatlan használatáról van szó, hogy a kereteket nem tudom megtartani. Young úgy gondolta, hogy az internet függőség a használat kontrollálhatatlan vágya, amikor még öt perc nem tudok kilépni ebből az online térből. Ráadásul már van negatív hatása az életünkre, szociális kapcsolatainkra, munkahelyi, iskolai teljesítményünkre, mentális-fizikai egészségünkre. Azonban, ha a szakirodalomban nincsen egységes elnevezés, akkor nincs egységes definíció sem, nincs egységes kritériumrendszer, nem tudjuk azonos tesztekkel mérni ezt. Ráadásul egy komoly fejtörést okoz, hogy hogyan is mérjük az online időt. Régebben hétvégi időt néztek, heti átlagot, majd nézték a munkaidőn kívüli időt. De mi van akkor, ha én munkaidőmben is azért felfellogok az internetre? Mi van akkor, ha én írom a beadandómat, keresek hozzá információt, csetelek a barátaimmal, és közben még megy is a zene? Hogy ez most négy online tevékenység külön-külön idővel, vagy összesítve kell mérni, ez komoly fejtörést okoz a kutatóknak. Arról nem is beszélve, hogy talán van olyan is, hogy online készenléti idő. Amikor én konkrétan nem használom még az okos eszközömet, de ha arra érkezik értesítő, akkor ezért megnézem, hogy miről van szó. Tehát, hogy ezt hogyan is mérhetjük, az tényleg egy kihívást jelent. Az internet függőség és a problémás internet használat elnevezés között valahol ott lehet a különbség, hogy a problémás mértékű hamarabb jelzi, hogy ez negatív hatással van az életünkre. Még nem patológiás, még nem addiktív a használat, de már mérhetően negatív. Az internet függőséget alapul véve öt nagyobb kategóriát különítettek el arra vonatkozóan, hogy milyen tevékenységhez kötődhet ez a túlzott használat. A kiberszexuális addikció azt jelzi, hogy a személy kényszeresen és túlzott mértékben keres fel felnőtt tartalmú oldalakat. A kiberkapcsolati addikció az online kapcsolattartás túlzott mértékére vonatkozik, ez az, amit ma ilyen Facebook függőségként apostrofálhatunk akár. A netkompulzió, azaz online szerencsejáték az online vásárlás túlzott mértékét jelenti. A túlzott információs szerzés az egy ilyen kényszeres böngészés, amikor folyamatosan a neten szörfözget az egyén. A számítógépes addikció pedig az online játékokat foglalja magába.
Ebből az öt kategóriából Kimberly Young aztán háromra redukálta a lehetséges opciókat, így beszélő excesszív játékról. Ebbe belefoglalta az online szerencsejátékot és az online több szereplős szerepjátékokat is. Az online szexuális megszállottság az a felnőtt tartalmú oldalak mellett jelenti az online felnőtt szerepjátékokat és a felnőtt tartalmú pornográf információk, anyagok megosztását, letöltését is az internetről. Az e-mail, illetve szövegküldés pedig arra utal, amikor a személy már túlzott mértékben használja az online kommunikációt egyfajta menedékként a valódi életéből. Rengetegen kutatták, hogy milyen hatással van az életünkre a problémás mértékű használat. Hogyan hat a magatartásunkra, társas kapcsolatunkra, érzelmi viselkedésünkre. Alapvetően a teljes életmódunkat befolyásolni fogja, hiszen sokkal többet ülünk, kevesebbet mozgunk, együtt jár már gyermekkortól is az elhízás túlsúly kialakulásával a túlzott mértékű napi több órás használat. Meg tud benne jelenni a nyaki fájdalom, gerincfájdalom is akár, tehát alapvetően a fizikai egészségünkre nincs jótékony hatással. Ugyanígy a lelki egészségünkre is befolyással lesz. Túlzott mértékű használat magányossághoz, depresszióhoz, szorongáshoz tud elvezetni. Kismértékben, egészséges keretek között tudja a magányosságot, a depressziót csökkenteni is, ez mind-mind már a túlzott mértékű használatról szól. Ugyanígy az önbecsülésre is kismértékben jótékonyan hat, viszont ha folyamatosan az online tartalmakat böngészem, akkor az önbecsülésem, önértékelésem bizony csökkenni fog. Bizonyítottan 2 éves korban nagyon kártékony a túlzott használat. Ilyenkor a gyermekeknek fejlődnek a pszichológiai, szociális, kognitív készségeik. Ha ilyenkor sok tartalomnak vannak kitéve, az lassíthatja a nyelvi fejlődést, és figyelemzavar kialakulásához is vezethet. Negatívan hathat a társas kapcsolatainkra, fokozza a magányosság érzetét, és érdekes mód, aki problémás mértékű internet használó, ő kevésbé érzi, értékeli a meglévő szociális támogatottságát. Iskolai munkahelyi feladatokra is negatívan hat. Csökkenti a produktivitást, növeli a halogatást, mert minden, ami online van, az izgalmasabb, mint egy beadandót megírni. Ha tudjuk, és a csapból is az folyik, hogy a túlzott használat káros, akkor mégis hogyan kezdjünk neki? Hány éves gyermeknek adjuk a kezébe? Milyen tartalmakat nézhet meg, és mi magunk hogyan tudjuk szabályozni a használatunkat? Hogyan használjuk ezt ésszel? Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia ajánlása szerint 2 éves kor alatt 0 képernyőidő az ajánlott, mert hogy a gyermeknek többet árt, mint használ. Ez alól egy kivétel van, a videó beszélgetés családtagokkal. Az elmúlt időszakban ezt láthattuk is, hogy nagyon hatásos, generációkat összehoz, idősek is sokkal kompetensebbnek érzik magukat, ha tudják használni a digitális eszközöket. Ez mindkét fél számára előnyökkel jár, és teljesen ajánlott is. Körülbelül 2-től 5 éves korig napi 1 órában maximalizálják a média tartalmakat. De ez az 1 óra is minőségi tartalmat jelent, és nem egyedül. A szülővel közösen együttes tartalomnézésre utal. Az ajánlás szerint 6 éves kor fölött sem szabad egyedül hagyni a gyermeket, akkor is kell vele beszélgetni, kell figyelemmel követni azt, hogy mit végez online. De ha elképzelhető, hogy a 6 éves már sokkal többet tud az online világról, mint a szülője. Az ajánlás az közös tartalomfogyasztásról szól, hogy az online eltöltött idő legyen egy közös, minőségi családi idő. Így beszélnek egy családi médiatervről, amiben olyan szabályokat hozunk, ami mindenkire vonatkozik. Arra vonatkozóan, hogy hol és mikor szabad internetezni. Például étkezőasztalnál, kocsiban nem szabad. De akkor senkinek sem szabad. Hogy legyen a lakásban egy közös helység, kinevezve például a töltőknek, ami szerencsés esetben nem a hálószobát jelenti. Legyenek olyan napok, időszakok, olyan tevékenységek, amikor mindenki leteszi az okos eszközét. Mert hogy a szülők komoly mintát mutatnak. Nem csak az általuk hozott szabályokkal, hanem hogy ők hogyan is használják a média eszközeiket. És már az attitűdjük is számít, hogy ezt egy veszélyes dolognak tartják, vagy azt gondolják, hogy a gyermeknek minél előbb lépést kell tartani a digitális világgal, az mind-mind befolyásolni fogja a gyermek attitűdjét, és az ő média használati szokásait is.
A szülői mediációs típusokat először a televízió nézéssel kapcsolatban írták le, de ugyanúgy átültethető internet használatra, okostelefon használatra is. Mi a nehézség az okos eszköznek? Az, hogy a gyermek elvonulhat vele, nem az van, mint a televíziónál, hogy a lakás központi helyiségében található, és messziről is látom, hogy mi van benne. Sokkal személyre szabottabb a tartalom, és kevésbé tudjuk ellenőrizni azt. Ami mediációs tevékenység lehet, annak az a lényege, hogy az online ártalmakat csökkentse, és a pozitív hatásait minél jobban felerősítse. Így beszélhetünk egyrészt együttnéző mediációról is, amikor a gyermekkel együtt történik egy tartalom fogyasztása. Ez lehet aktív, illetve passzív is. Aktívnál történik valamilyen feldolgozás, a passzívnál nincs utána beszélgetés. A korlátozó vagy restriktív mediáció a szabályokat jelent. Általában minőségi és mennyiségi szabályokat. Napi egy órát ne teszhetsz, ezt a tartalmat nem nézheted. Ilyenekre szokott általában vonatkozni. Az aktív mediációnak is két típusát különítjük meg. Egyrészt beszélhetünk stratégiával rendelkező aktív mediációról, ez lenne az ideális eset. Amikor szülő gyermeke együtt megtekint valamit, és utána arról a tartalomról beszélgetnek. A szülő elhelyezi mindezt a családi értékrendben, normarendszerben, megválaszolja az esetleges kérdéseket. A stratégiával nem rendelkező aktív mediációnál van beszélgetés, de már nem feltétlenül arról a látott tartalomról. Ezen felül beszélhetünk ilyen felülvizsgáló típusról is, amikor a szülő kvázi szupervízora, jóváhagyója ezeknek a tevékenységeknek, de lehető ellenőrző is, amikor monitorozza ezeket a tevékenységeket, illetve beszélhetünk technikai korlátozásról is. Ehhez azért szükséges némi tapasztalat az online világban. Amikor a szülő valamilyen szoftverrel befolyásolja, hogy mely tartalom nem érheti el a gyermekét, vagy a saját okos eszközéről leállítja az internet hozzáférését a gyermeknek. Tehát amikor technikai oldalról hoz szabályokat. Az eredmények azt mutatják, hogy a korlátozó, illetve az aktív mediáció, a stratégiával rendelkező típusa, az jelentősen hatékony. Azok tudják csökkenteni az online világ ártalmait. A táplálkozási piramis alapján elkészítették a digitális használat piramisát is. Harrington úgy osztotta be a különböző online tevékenységeket, hogy azok mennyire ajánlottak. Úgy gondolta, hogy szabad fogyasztásra alkalmas, mert nincsen igazán negatív hatása a videóbeszélgetés rokonokkal. Ugyanígy, hogyha én egy olyan fórumot látogatok, ami a hobbimnak megfelelő, azonos érdeklődési körűekből áll, az szintén hasznos, fogyasztható tartalomnak nevezte. Ide tartozik minden, amit a család együtt tekint meg, minden, ami önfejlesztés, különböző oktatói anyagok megtekintése, zene, hangos könyv, illetve online rádió műsorok is ide tartoznak. Amit már mérsékelten ajánl, azok olyan tevékenységek, amelyek kismértékben, de még interakcióra, aktivitásra serkenti a használót. Interaktív könyvek tartoznak ide, aktivitásra serkentő televízió műsorok, olyan játékok, amiben valamiféle mozgást kell végezni. Szintén mérsékelten ajánlott szerinte a filmek, illetve a televízió nézése. Csak alkalmanként ajánlott a közösségi média és a YouTube megtekintése, valamint ez az úgynevezett belső nézetű lövöldözős játék, ami a legnagyobb mértékben fokozhatja az agresszivitást. Alig ajánlott kategória pedig, hogy a háttérben szóljon, amikor nem használja senki ezeket az eszközöket. Ha csak zajforrás a televízió, már az is növelni tudja a gyakoriságát annak, hogy a gyermek játék közben inkább a televíziót nézi, leköti a figyelmét. Nem ajánlott lefekvés előtt, különösen lefekvés előtti egy óra a kritikus, mert hogy ezek az okos eszközök kék fényt bocsátanak ki, ami gátolja az agyunkban a melatonin hormon serkentését. Így befolyása lesz az alvási ciklusunkra, csökken az alvás mennyisége és minősége is. Tehát ha én este álmos vagyok, és szeretnék elaludni, de nem megy, nem jó megoldás elővenni az okostelefont és azt böngészni. Szintén nem ajánlott étkezés közben használni, hiszen kevésbé fog minket telíteni a táplálék, ráadásul illetlenség is, hogyha együtt vagyunk másokkal és az okostelefonunkat használjuk.
A digitális élet kapcsán is már lehet beszélni különböző kulcskompetenciákról. Ez az, amit a digitális intelligenciában foglaltak össze, ami a digitális élethez szükséges kognitív, szociális és érzelmi területeket jelenti. 8 alapkészség, mindegyiken belül 3-3 kompetenciát jelöl meg az elmélet, és mindegyiken belül beszélhetünk arról, hogy milyen tudást kell ahhoz elsajátítani, milyen ismeretet és milyen attitűdöt. Így megkülönböztethető egy különálló területként az online digitális identitás, ami azt jelenti, hogy tudom menedzselni magam az online világban is. Akár kreatív módon, akár üzleti módon is, tehát hogy képes legyek mondjuk egy professzionális oldalt vezényelni. Ide tartoznak a digitális jogok ismerete, mert hogy az online térben is van szólásszabadság, van plágium, tehát ugyanúgy érvényes ott is a szellemi jogi tulajdon, és legyek tisztában az online adatvédelemmel. Ide tartozik a digitális írástudás, hogy képes legyek tartalmat előállítani, képes legyek arról kritikusan gondolkodni, képes legyek hatékonyan keresni. Tehát beletartozik az információ megkeresése, értékelése, szintetizálása és kritikus szemlélettel való megközelítése. A digitális kommunikációba tartozik az, hogy képes legyek értelmezni a különbséget online és offline kommunikáció között. Mert sokkal nehezebben tudom magam kifejezni metakommunikációs elemek nélkül. Sokkal könnyebben félreérthető egy-egy online üzenet. Az legyen egyértelmű, legyen félreértelmezhetetlen, és legyek tisztában azzal, hogy a másik is korlátozott a nyelvi eszközeiben. Ide tartozik az is, hogy online világban is szükségünk van empátiára, érzelem szabályozására. A digitális biztonság, mert hogy ebbe az érzelmi intelligenciába igazából belefolytam a digitális kommunikációval is, a digitális biztonság jelzi azt, hogy én tudjak jó jelszavakat alkotni. Mit tegyek ki magamról? Mi az az oldal, amit ne nyissak meg? Tehát, hogy olyan alapvető veszélyek, amit már iskoláskorban is érdemes tanítani. A digitális magabiztosság pedig azt jelzi, hogy tisztában vagyok a veszélyforrásokkal, de tudom, hogy ezek hogyan csökkenthetőek, és hogyan tudom magam biztonságban érezni az online térben. Egy különálló kompetencia a digitális egészség. Az, hogy képes legyek az én virtuális és valódi életem között egyensúlyt tartani. Hogy tisztában vagyok azzal, hogy milyen hatással lehet az egészségemre, és akár hogyan tudom az egészségem javára használni az internetet. Ma már vannak olyan applikációk, amik segítik azt, hogy én el ne felejtsem bevenni a gyógyszeremet, küld értesítőt, hogy folyadékot illene fogyasztanom, vagy éppen újra mozognom kellene. Tehát van nagyon sok olyan applikáció, ami segítheti, hogy áttérjünk egészségesebb életmódra, és találjunk egyensúlyt az életünkben. Ahhoz, hogy tudatos és érett digitális használók legyünk, több szinten is lehet tenni. Egyrészt az egyéni szinten, amikor tisztában vagyok azzal, hogy mondjuk számomra mely oldalak azok, amik időrablók, amelyeket nem szabad fölkeresni, amikor épp valami határidőm van. Legyen egy tartalmas offline életem is. Barátokkal, hobbival, legyen kielégítő mennyiségű az alvásom, legyen stresszkezelési stratégiám, ne az online világba meneküljek a mindennapok szürke valóságából. Legyen egy meghatározott célja az internet használatomnak, tehát tudjam azt, hogy miért is mentem föl, és nem másfél óra múlva döbbenjek rá, hogy még mindig az interneten vagyok. Lehet fejleszteni az önkontrollt, időmenedzsmentet, tehát a napirend folytos beosztását, és unblock az életmódot egyéni szinten. Családi szinten fontos lehet a kommunikáció fejlesztése, nem csak amiről beszéltem, hogy 6 éves gyermeke, de egy 10 évesnek is egy jó kommunikációs lehetőség az, hogy leülünk mellé, és mutassa be azt a játékot, amit ő nagyon szeret. Arról fog tudni beszélni, mi az, ami náluk menő, kiket követnek, és miért követik őket. Fontos közös tevékenységeket alkalmazni. Offline is, de akár online is. Tehát a digitális eszközöket be lehet vonni a családi életbe. Lehet interaktív játékokat találni. Olyan társas játékokat is, amelyek okos eszközzel kiegészíthetőek. Fontos egy közös szabályrendszer, amibe beletartozik az idősebb testvér és a szülő is, mert ez lesz a legjobb, amit a szociális tanulás során a gyermek megtanul, hogy a többiek hogyan is használják. Hiába mondok neki valamit, az fog számítani, amit lát.
Tehát direkten, indirekten a családbizony példát fog mutatni. Közösségi szinten, tanárok, kortárs csoport bevonásával lehet fejleszteni a médiatudatosságot, a kritikus gondolkodást, hogy hogyan is keressenek hatékonyan, hogyan tudják használni az internetet, hogyan tudják az interneten lévő információkat megszűrni, hogyan is tudnak ők tartalmat előállítani. Ma már nem mondhatjuk azt, hogy óvni kell őket ettől a világtól, hiszen nagyon nagy előnyökkel járhat, ha ezt magabiztosan tudják használni. Tehát ezért ismereteket kell nekik adnunk arról, hogy mire jó, és milyen veszélyei vannak az internetnek, mire vigyázzanak ebben a közegben. Hogy kialakuljon náluk a kritikus gondolkodás, egy tudatos használat, egy megfontolt internet használat. Hiszen az internet jó dolog, csak legyen mindig célja a használatnak. Itt láthatóak az előadáshoz felhasznált irodalmak, és szeretném megköszönni megtisztelő figyelmüket.